Megkezdődött az érettségi, interjú Dobos Lászlóval, járványügyi kutatás kezdődött mától. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2020. május 4-én 18 óra 5 perckor. A koronavírus járvány miatt rendkívül szigorú biztonsági intézkedések mellett kezdődtek meg ma reggel a szokottnál egy órával később, 9 órakor magyar nyelv és irodalomból az érettségi írásbelik. Elkezdődött az érettségi Tóth Barnával, a Karcagi Nagykor Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium igazgatójával beszélgettünk. Hogyan készültek erre a mai napra? Hát egy elég hosszú és izgalmas felkészülésen vagyunk túl, és csak bízunk benne, hogy minden rendben lesz. Ugye, amikor kiderült az, hogy ma érettségire kell számítani, mégpedig írásbeli érettségire kell számítani, onnantól kezdve folyamatosan próbáltak a védőfelszereléseket beszerezni mi magunktól is, de egyébként a kormány által biztosított felszerelések is rendben és időben megérkeztek, és igyekeztük azt a jogszabályok által előírt hátteret is megteremteni ehhez a mai naphoz, illetve az előttünk álló időszakhoz, amire mindenféleképpen szükség volt. Hány diákjuk érettségizik, és van-e, aki nem vállalta most az érettségét? Nekünk jelenleg 73 fő 12. évfolyamos végzős tanítványunk van. Mind a 73-an vállalták a megmérettetést, és ugyanazokkal a feltételekkel, ahogyan február 15-ig jelentkeztek rá. Hány teremben írják a mostani írásbelit? Nekünk a legtöbb vizsgázónk a mai napon van, 70 fő, hiszen ugye 3 fő emelt szinten vizsgázik. A további napokban is még elég sokan lesznek, viszont már egyre kevesebben, tehát holnap például 69 főt, utána pedig 64 főt várunk. Így a legtöbb terem, amire szükség van, az 7 darab tanterem, hétfőn, kedden és szerdán. Úgyhogy ezt a 7 termet készítettük elő, 10-10 fővel, és így lesz majd egyre kevesebb. Kollégákat hogyan osztották be? Először is megkérdeztünk mindenkit, hogy ezek mellett, a feltételek mellett tudja vállalni az érettségi ügyeletet, és nagyon-nagyon nagy számban, direkt nem akarok százalékot mondani, igent mondtak rá a kollégák, úgyhogy számíthatunk rájuk. Tulajdonképpen talán fogalmazhatok így, hogy önként vállalták, tényleg mindenféle ráhatás nélkül, átérezve a feladatnak a súlyát, a diákjainkért való felelősséget. A mai napon, ugye mivel ez egy 4 órás vizsga, ezért 7x4, 28 óra ügyeletre van szükség pusztán a tantermekben. Van olyan kolléga, aki esetleg egy óra kihagyással még egyszer ügyel ma, így nem egészen 28 főre volt szükségünk a mai napon. Van még emellett ugye folyosó ügyelet, helyettes ügyelet. Igyekeztünk a beléptetést is úgy megoldani, hogy ne alakuljon ki nagy zsúfoltság. Időszakokra osztottunk be 10-14 fő diákot, és akkor úgy néz ki, hogy ezt talán sikerült is így megoldani. Beszélgetett előtte a diákokkal, milyen érzésekkel ültek ma le írni a magyar dolgozatot? Hát két oldala van ugye a dolognak. Egyrészt a diákok is nagyon vegyes érzelmekkel ültek le. Ha már ennyit készültek rá, akkor ilyenkor már szívesen szeretne az ember túl lenni a vizsgán, illetve nem hagyni kárba veszni a belefektetett munkát, de nagyon hiányolták az utóbbi időszakban a tanárokkal való közvetlen kapcsolatot, személyes kapcsolatot. Mi ugyanígy láttuk ezt a másik oldalát, hiszen nem láttuk az arcukat, nem láttuk a mimikájukat, hogy mi az a pont, ahol még esetleg segítenünk kellene nekik. És emellett természetesen mindannyian izgulunk, hogy hogyan is fog történni ez az előttünk álló néhány nap, egy-két hét, és még egyszer megismétlem, hogy csak bízunk benne, hogy rendben lesz minden. Kaptak egy személyes ajándékot is mindenki, a boríték mellé volt téve. Így van, ez egy kis biblia. Rendszerint szoktunk kapni ugye bibliát, illetve van is lehetőségünk utána járni a dolognak egy picit, és úgy gondoltuk, hogy talán a mai napon örülnének a legjobban ennek a gyerekek, egy kis lelki támogatásnak itt a fizikális védőfelszerelések mellett. Abban bízom, hogy hasznát fogják venni ennek is. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen én is! Hogyan készültél a mai napra? Hát
rengeteget ismételtem, igyekeztem beosztani az időmet és sokat gyakorolni. Valamint nagyon sok videót néztem, például a Zanza TV-től, meg igyekeztem egyéb érdekességekkel bővíteni az ismereteimet. Mit vársz? Van-e valamilyen tippet, hogy kit fogtok kapni? Hát tippem nincsen, de izgatottan várom, hogy mégis mi lesz az idei érettségében. Nagyon izgulok, és nagyon szeretném, hogy jól sikerüljön, és ezért mindent megteszek, és nagyon-nagyon szurkolok az érettségiző társaimnak is, és sok sikert nekik. Mit várnál? Tehát mi lenne a kedvenc témád esetleg, vagy kedvenc költőd, íród? Hát kifejezetten kedvencen nincsen, viszont azért nagyon örülnék például Radnóti Miklósnak, esetleg még Petőfinek, vagy például még Szent Kálmánnak is. És most ez, hogy maszkban kell érettségizni, ez mennyire fog téged zavarni? Engem nagyon fog zavarni. Nem szeretem, hogyha hozzáér bármi az arcomhoz, legyen az például a hajam, vagy most ez a maszk. A kesztyűvel ugyanígy vagyok, nagyon zavar, beleizzad a kezünk, nehéz is úgy fogni a tollat. Egyszerűen, hát nem a legkellemesebb dolog, de muszájak leszünk koncentrálni. És mit fogsz, tehát épp ezt akartam, hogy mit fogsz, hogyan fogsz koncentrálni? Tehát van-e valamilyen belső dolog, hogy nyugtatod magad, vagy akkor elindul a gondolat, és akkor csak arra koncentrálsz? Igazából mind a kettő. Igyekszem magam a lehető legjobban lenyugtatni, igyekszem fókuszálni, és csak arra koncentrálni, hogy nekem ezt most meg kell csinálnom, meg kell írnom, mert akárhogy nézzük, ezen a 4 óra hosszán a jövőnk múlik. És akkor ugyanígy lesz a többi napon is. Hova szeretnél tovább tanulni? Az Állatorvostudományi Egyetemen szeretnék tovább tanulni. Az a legelső célom. Kizárólagosan oda szeretnék felvételt nyerni. Ehhez viszont nagyon-nagyon jól kell, hogy sikerüljön az érettségimnek. Már elfoglaltad a helyedet. Hogyan készültél a mai napra? Nagyon sokat tanultam. Az irodalomtanárom a mondatait és szavait megfogadtam, és mindenféleképpen átolvastam azokat, amit javasolt otthon. Mik voltak a tippjei a tanárnőnek? Hogy ne izguljunk, ez volt az első sorban a tippje, és hogy figyeljünk oda a költői képekre, a költői alakzatokra, mindenféle tehát tanuljuk meg az alkotásoknak a műfajait, tehát a műfaji jellemzőket, és figyeljünk oda, hogy tartsuk be az időt, mert hogy az idő az ám nagyon gyorsan telik. Van-e kedvenc témád, amit szeretnél, hogyha ott lenne a feladatok között? Igen, nagyon szeretném, hogyha novellelemzés lenne. Számomra az áll nagyon közel, és szeretném, hogyha a kérvény is benne lenne, vagy valamilyen hivatalos levél. Úgyhogy én ezekre számítok, és nagyon remélem, hogy ezek lesznek. Mennyire fogja megnehezíteni most ez a körülmény, hogy maszkban, kesztyűben kell itt írnod? Hát számomra nagyon, mivel szemüveges vagyok, és már bepárásodott a szemüvegem. Úgyhogy nem tudom, hogy ez most miben fogja befolyásolni az én teljesítményemet. És hogyan fogod tudni ezt leküzdeni, tehát hogy ne erre koncentráljál, hanem a feladatra? Hát mindenféleképpen anyukám tanácsait is megfogadtam, hiszen mondta, hogy oda koncentráljak, ne foglalkozzak ezekkel a tényezőkkel, úgyhogy az ő szavai is a fejembe fognak járni. Számodra is fontos az érettségi, hova szeretnél tovább tanulni? Én a Budapesti Gazdasági Egyetemre szeretnék tovább menni, pénzügyszámvitel szakra. Akkor nem csak a magyar fontos számodra. Így van, matematikából holnap emeltem fogok érettségizni Szolnokon. Telefonon kapcsoljuk városunk polgármesterét, Dobos Lászlót, megkérdezzük a településen, mi a helyzet a védekezés terén. Üdvözlöm a televízió nézőket! A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel telefonon kapcsoljuk Karcagváros polgármesterét, Dobos Lászlót. Üdvözlöm, polgármester urat, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre áll. Jó napot kívánok, én is sok szeretettel köszöntöm önt is, a televízió nézőket és a kedves rádióhallgatókat egyaránt. Ahogyan említettem, a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel Magyarország kormánya több ponton számos intézkedést vezetett be,
Hogyan fogadták a karcagiak ezeket az intézkedéseket, és jelenleg mi városunkban aktuálisan a helyzet? A kialakult helyzetre való tekintettel természetesen a városunkban is minden olyan lépést megtettünk a első pillanattól kezdődően, ami a város lakóinak a egészség megőrzését szolgálja. Ennek megfelelően egy korábbi beszélgetésünk alkalmával már említettem, hogy sok minden lezárásra, bezárásra került. Nyilvánvalóan ezek olyan helyek, ahol sok ember megfordulhat, ami ebben a szép tavasz időben várható is. Gondolok a sportpályákra, a kirándulási lehetőségekre, olyan helyekre, ahol többen összegyűlhetnek. Én úgy vettem észre, hogy az emberek türelmesen és megértően álltak ezekhez a dolgokhoz, hiszen mindannyiunk érdeke, hogy mindenkinek az egészsége megmaradjon, és ne alakuljon ki itt a városunkban semmilyen olyan veszélyhelyzet, ami komolyabb problémákat jelentene. Kiemelt figyelem hárul, és nagyon sok feladat van az egészségügyben, frontvonalban dolgozó szakembereknek. Természetesen ez alól a karcagi Kátai Gábor kórház szakembergárdája sem kivétel. Ők is mindent megtettek és felkészültek a koronavírus járvány elleni védekezésre. Mit lehet tudni a részletekről? Minden olyan egészségügyel kapcsolatos helyszín, legyen az a kórház, a Kátai Gábor kórház, vagy éppen az alapellátás, valóban nagyon komoly és szigorú intézkedéseket követett, meg magam is ellenőriztem, hogy nagyon komoly zsiliprendszeren keresztül lehet bejutni minden ilyen helyre, hiszen egyáltalán nem az a cél, hogy mint békeidőben bemenjen bárki. Azt lehetett tapasztalni, hogy nagyon előrelátóan és nagyon odafigyelve szervezték meg azokat a feladatokat, intézkedéseket, ami a járványveszély elkerülését segíti. De ugyanilyen helyzet és ugyanilyen intézkedések vonatkoznak egyéb más komolyabban látogatott intézményekre. Tehát minden olyan helyen, ahol előfordulhat az, hogy a vírus terjedése felgyorsulhat, azt szerettük volna mindenképpen lelassítani, illetve egyáltalán megakadályozni, és ahogy a példa mutatja, egyik lekopogom, a városunkban nem is ütötte fel a fejét semmilyen járványveszély helyzet. A Karcag Városi Önkormányzat több intézkedést hozott, hogy a lakosságot, valamint az országot is segítse a koronavírus járvány elleni védekezésben. Melyek voltak ezek? Hát felsorolni is nagyon nehéz lenne, hiszen itt az élet produkál ezerféle olyan problémát, dolgot, amit orvosolni kell, amit egyszerűen meg kell akadályozni, így rendkívül sok intézkedést tettünk. Nyilvánvalóan ez a fertőtlenítéstől kezdődően a lakosság tájékoztatásán át a különböző eszközök kiosztásáig terjed, és hát azt tapasztaltam, hogy valóban nagyon-nagyon fegyelmezetten vették tudomásul a intézmények vezetői, dolgozói mindazokat a feladatokat, ami rájuk hárulnak, és örömmel tapasztalom azt is, hogy a lakosság is türelmes, és a saját érdekünkben ezeket a feladatokat, ezeket az izolációs tevékenységeket tudomásul veszi, és járva a város különböző pontjait, azt lehet tapasztalni, hogy valóban nagyon-nagyon ritka kivételtől eltekintve azok vannak a utcákon, a különböző bevásárló helyeken, akiknek nagyon fontos oda menni. El lehet mondani, hogy a napokban átadásra kerülnek a város lakói részére maszkok, és a képviselőtestület is hozott egy döntést. Mi mondható el? Nagyon-nagyon sok felajánlás érkezett. Ezt is említettem már egy korábbi beszélgetés alkalmával, és valóban megható az az összefogás, ami ebben a helyzetben a városunkban tapasztalható. Tehát itt a legkülönbözőbb emberek, legyenek azok vállalkozók, intézményvezetők, egyszerű dolgozók,
ezerféle olyan tevékenységgel, tárgyi juttatással, pénzadománnyal segítik a védekezést, amire szükségünk van. Ez is igaz, hogy természetesen a polgármesteri hivatal, az önkormányzat megfelelő mennyiségű védőeszközöket szerzett be, aminek a kiosztása a városban meg fog történni a hét végéig. Ezt megelőzően természetesen minden olyan intézmény folyamatosan elláttunk védőeszközökkel, ami a tűzvonalban van, legyenek ezek oktatási, nevelési, szociális vagy egészségügyi intézmények. Tehát az összefogás az példaértékű, és példaértékűnek tartom azt is, hogy a képviselők jó része pénzadománnyal is segítette a védekezést, tehát anyagi lehetőségeink megvannak a további védekezés kiterjesztésére is. Magyarország kormánya döntött arról, hogy május 4-én hétfőn az írásbeli érettségig elkezdődnek. Településünkön ez hány középiskolát érint, és mit üzen polgármester úr az érettségiző diákok számára? Hát ebben a kialakult helyzetben nyilvánvalóan nem könnyű most csak az érettségire koncentrálni, de én úgy gondolom, hogy a pedagógusoknak és a diákoknak most ez a legfőbb feladata, hogy sikeresen vegyék ezt az akadályt. Sajnos a nagyon szép és hagyományosan nagy érdeklődésre igényt tartó esemény, a ballagások azok elmaradnak, de az érettségi nem, ahogy azt tudjuk nagyon jól. Természetesen nagyon-nagyon sok sikert kívánok minden érettségizőnek. Próbáljanak valahogy olyan szinten koncentrálni a feladatokra, hogy sikerrel vegyék ezt az akadályt is. Nagyon szeretném megköszönni mindazoknak a munkáját, akik ebben a veszélyes időben kiváló munkát végeznek, és nyilvánvalóan felsorolni is nehéz lenne mindazokat, akik odaadással, nagy empátiával, időt, pénzt, fáradtságot nem kímélve dolgoznak azon, hogy a városban ne legyen komoly megbetegedési hullám, és még egyszer hagy emeljen ki az egészségügyben dolgozókat, a szociális ágazatban dolgozókat, az idős otthonban dolgozókat, az óvodákban, bölcsődékben dolgozókat, és minden olyan oktatási nevelési intézményben dolgozót, aki erejön felül is teljesít a cél érdekében, és természetesen a város azon lakóinak is kijár a dicséret, akik különböző szolgáltatásokkal segítik a mindennapi munkánkat. Nagyon örülök, hogy ekkor az összetartás, és mindenképpen egy előremutató jel lehet arra, hogy sikeresen veszik az akadályokat, és valóban odafigyeléssel, a higiéniai szabályok betartásával, a védőeszközök használatával meg tudjuk azt akadályozni, hogy a betegség itt elterjedjen. Köszönöm mindenkinek! Köszönjük szépen! Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra, maradjanak otthon! Viszontlátásra! Megyénk 21 településén előreláthatólag május 6-áig végzik azokat a szűrővizsgálatokat, amelyekre az országos járványügyi kutatás részeként kerül sor. Mindannyiunk közös érdeke, hogy aki értesítést kapott, vegyen részt a vizsgálatban. 2020. május 1-e és 14-e között a 4 orvoskart és működtető egyetem részvételével hazánk egyik legnagyobb járványügyi epidemiológiai vizsgálata kerül megszervezésre. Nagyon nagy mintaszám alapján 17.780 beteg bevonását tervezzük ebbe a vizsgálatba, és 4 nagy régióra osztjuk az országot. A délalföldi régióhoz Csongrád megye, Bács-Kiskun megye, Békés megye, illetve Jász-Nagykun-Szolnok megye fog tartozni.
Ez az ország lakosságának közel 17%-át fedi le. A vizsgálat célja az, hogy egy reprezentatív mintán megállapítsuk azt, hogy milyen a COVID-járvány kapcsán a lakosság átfertőzöttsége, hány fertőzőképes lakos van, és hányan estek át már a fertőzésen. Ehhez nagyon fontos, hogy 14 év fölött minden korcsoportból megfelelő számú lakos vegyen részt a vizsgálatban. Ezeknek a lakosoknak a kijelölésére véletlenszerűen, statisztika szabályait követve került sor, és egy külön lista alapján tervezzük ezt a vizsgálatot elvégezni. Ebben a régióban a vizsgálatot a Szegedi Tudományegyetem végzi, ahonnan 15 munkacsoport indul el naponta, hogy megfelelő mintákhoz jusson. Ez egy egyrészt orr- és garatváladék törlésből származó minta, ami az úgynevezett PCR vizsgálat meghatározásához szükséges, másrészt vérvételre is sor kerül, ami az ellenanyag elemzéséhez fontos. Az orr-garat mintavétel és a vérvétel mellett egy kérdőív kitöltésére is sor kerül, ami segít bennünket abban, hogy az egyéb járványügyi aspektusokat is elemezni tudjuk. Ennek a vizsgálatnak a sikere nem csak a leszűrt egyén érdeke, nem csak a közvetlen környezetének, családjának érdeke, hanem az adott régió, sőt az ország össznemzeti érdeke, hiszen ezek a vizsgálatok segítenek abban bennünket, hogy fel tudjuk mérni azt, hogy milyen a járványügyi helyzet, miként alakítsuk a továbbiakban a járványügyi védekezés szabályait, tudunk-e enyhíteni, kell-e szigorítani ezeken a szabályokon, és miként folytathassuk az életünket a továbbiakban úgy, hogy biztonságban tudhassuk magunkat és a környezetünket is. A vizsgálatba véletlenszerűen bevont egyéneket értesíteni fogja a Központi Statisztikai Hivatal, segíteni fog a kiértesítésben az önkormányzat, a közvetlen környezet is. Kérjük, hogy aki ezt az értesítést megkapja, az értesítésben foglaltaknak megfelelően járjon el, és jelentkezzen azokon a mintavételi helyeken, ahol ezeket a vizsgálatokat gyorsan el fogjuk végezni. A mintavétellel kapcsolatos minden információról a helyszínen külön tájékoztatást nyújtunk. Kérek mindenkit, hogy vegyen részt ebben a vizsgálatban, segítse munkatársainkat abban, hogy sikerüljön ezt a nagyívű vizsgálatot mindannyiunk érdekében végrehajtani. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Vigyázzunk egymásra, maradjunk otthon. Viszontlátásra!